Néhány percért végeti a Szavasvári Város Képviselő Testületének küldés, ahol a legfontosabb napi rendi pont a város 2023 évi költségvetésének megtárgyalása. Köszöntöm Szőke Zoltán polgármester úr. Polgármester úr, milyen sarkalatos pontok voltak, mi volt az, ami esetleg a vitatárgyát képezte? Nagy tiszteletek köszöntelek, és nagy nagy szeretettel köszöntöm a televízió nézőket. Valóban túl vagyunk a testület költségvetésünket, hála jó Istennek, és tisztelet a, a tisztelt képviselő testületnek. Elfogadtuk, készen van. Nagyon nehéz költségvetési évünk lesz, nagyon nehéz lesz a 2023-as esztendő, de azt gondolom, hogy a számokat nézve és elemezgetve, akkor optimizmusra úgymond lehet okunk. 2022-ben egy energiaválsággal szembesültünk, egy Covid-ból jöttünk ki, azok az, azok az esztendők, tehát 22-21 sem voltak könnyűek, viszont a 23-as esztendő tervezése már az előrevetített számok alapján egy 500 millió forintnyi hiányt mutatott az energiaválságból kifolyólag, és egy 100 millió forint itt az élelmiszer alapanyagárak növekedéséből, és még nem ismertük a béreknek a, a, bennünket érintő részét, tehát mennyivel fog többbe kerülni, vagy mennyivel fog több jelentkezni az önkormányzat költségvetésében, mint kiadás. Elkezdtük a tervezést január 9-e után, a költségvetés tervezését. Előzőleg már meghozott a testület olyan takarékossági intézkedéseket, bevételnövelő intézkedéseket, amikkel már optimistábban számolhattunk, tervezhettünk az előkészületekkor és összeáll gyakorlatilag a költségvetésünk. Rövidre szeretném fogni, 328 millió forintnyi működési hiányjal számolunk az idei de nem kellettől a számtól kétségbe esni, én azt gondolom, hiszen emögött a szám mögött egy 166 millió forintnyi meg nem kapott támogatás van, 134 milliót már megkaptunk, és ígéret van arra, hogy az év második felében, amennyiben fennállnak a rezséből adódó kiadás növekvények, a kormányzattal tárgyalhatunk, és ezt le fogják finanszírozni. Tehát már bejebb vagyunk akkor a 328 millióval 166-tal, 160 millió forint környéken áll meg így akkor a valódi költségvetési hiányunk, ami azt gondolom, hogy szintén egy jó szám, hiszen olyan összegek vannak hiányként úgymond feltüntetve vagy tervezve, amiket évközben bármikor, akár egyedi támogatásokkal, akár átszervezésekkel, vagy esetleg elhasztva ezeket a kivitelezéseket, ezeket a munkákat tudunk kezelni tavalyi esztendőt, ezt is elmondtam az év közbeni beszámolónál, a tavalyi esztendőt 252 millió forint hiánya, működési hiánya kezdtük, és minden rezsiváltság ellenére a 2022-es esztendőt is nagyon jól tudtuk zárni, tehát nem került komoly bajba a Tiszavasvári Város önkormányzata. Az öröm úgymond ebben a magas számban és a nehéz költségű helyzetben viszont az, hogy több mint tíz év után Tiszta Városon kormányzata több működési támogatást, segítséget adhat például a civil szervezeteknek. És egyébként a költségvetés tárgyalása a mai napon, ez váltotta ki a legnagyobb vitát. Hát aki akarja majd megnézi, egyetlen egy képviselőnk van, akinek mindig böki a, a csőrét, és mindig, mindig bosszantja, hogyha, hogyha ilyen támogatások szóba kerülnek. A képviselő többsége ezt nem fogadta el, és az alapverziót támogatta, ami szerint a javaslatom az volt hogy emeljük meg azoknak a civil szervezeteknek a támogatását, akik a kifolyólag folyamatosan kaptak, és itt a súgómat én elővenném, és elmondanám, hogy mik ezek a, vagy kik ezek a szervezetek. Városi Televízió Szabadidős programszervező Egyesület, ti vagytok, nem titok, mindenhol ott vagytok, civileket segítetek, városi rendezvényeket segítetek, mindenről tájékoztatok, jóban, rosszban, mindenféle történésnél ott vagytok, és a tiszavasváriak információhoz juthatnak. A ti az idei évben 6 millióról 7 millió forintra nő, nőtt. A Tiszavasvári köztestületi tűzoltóság 3 millió forintnyi támogatásban részesül, ők egyébként állami támogatást is kapnak, tehát kevésnek tűnik ez a szám, ugye első olvasatra nem kell megijedni, ők kapnak központi normatívát, még viszont a, az Egyesület nem. Tehát tűzoltóság 2,5 millió helyett az idejében 3 millió forintnyi támogatást kap. A Tiszavasvári Polgárőrség támogatása 1 millióról 1 millió 200 ezer forintra nőtt, a Tiszavasvári Sportegyesület tavaly 7,5 millió forintot kapott, az idén 8,5 millió forintnyi támogatást kap. És itt szeretném elmondani, hogy két olyan javaslatom lesz a Sport vezetőjéhez, nácsabaláshoz, amivel jótékonysági esemény kapcsán jótékonysági eseménnyel növelheti -e az Egyesület támogatását, velem, velünk együtt gondolkodva plusz összeghez juthat még a 8,5 millió forinton felül. Szeretnék egy jótékonysági sporttornát, egy foci tornát, és a Tiszavasváriért jótékonysági bál egy részének, vagy estnek egy részének a, a bevételét az Egyesületnek szánnám, erre tennék majd javaslatot növeltük a Tiszavasvári Tiák Sport Egyesület támogatását 300 ezer forintról 400 ezer forintról nőtt, a Tiszavasvári Városi Fóhózanekar pedig 1 millió helyett 1 millió 200 ezer forintot kap ebben az esztendőben, és az olimpiai baráti kör, aki 200 ról 300 ezer nőtt támogatással számolt. És ezen túlmenően kell arról beszélnünk, hogy kik azok az új belépők, bár a Tiszavasvári életében régóta tevékenykedő civil szervezetek, akik most ö, támogatást kapnak, alap 150 ezer forint támogatást, ezt nem kell kérni, ezt automatikusan fogjuk nekik utalni. Gimnaz, gimnazistákért alapítvány, kicsi vagyok én, alapítvány a bölcsödés gyerekekért, Alkalaide Lobby Forgász Egyesület, Hankó László Zenei Alapítvány, Kabai János Alapítvány, Körkarei Bűszemjái hagyomány Műhely, Lukács Ferenc Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Magyar Madártan és Természeti Egyesület, Magyar Vöröskedet Kereszt Tiszavasvári Területi Szervezete, Magyar-Roma-Maxima Tiszavasvári Egyesület, Őszikék Idősek és Egyedülállók Egyesülete, Tiszavasvári Mazsaret Egyesület, Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete, Tiszavasvári Sportklub, Vasvári Páltársaság, és a polgármesteri keretünk az változatlan maradt, tehát aki esetleg kimaradt a civil szervezeten közül, és szeretne valamilyen módon támogatáshoz jutni, az bátran jöhet, pályázhat, kérelmet nyújthat be, és amennyiben a lehetőség engedi, akkor ebből a keretből én támogatni fogom. Ennek az összege 1 millió forint. Ezen túlmenően, mint ahogy említettem, megszervezésre kerül majd az első fél évben a Tiszavasvári, Tiszavasvári jótékonysági est, és ez az est lesz az, ahol a civil alapot föltöltjük, és újra pályázhatnak a civil egyesületek, maximum 300 ezer forintig. Én azt gondolom, hogy ezeknek az embereknek, ezeknek az egyesületeknek ez rendkívül fontos, ők is nehéz körülmények között vannak, de az önkormányzat, amiben tud, segít, és igyekszünk elmozdulni, jobb irányba menni minden nehézség ellenére polgármester úgy csak így röpködtek a százmilliók, és a annyira számokhoz nem értő embereknek, lehet ez nem mond semmit. Vég, is egy összefoglaló kérdés. Mennyire kell félni Tiszavasvárinak 2023-ban, hogy például csődbe kerül a város, vagy a költségvetés összeomlik? Én azt hiszem, hogy ezzel minden kérdésre választ adunk. esztendőben is fölmerültek ezek a kérdések, akkor is igyekeztem megnyugtatni a tisztavasváriakat, hogy nem kellettől tartanunk. Mi azt gondolom, hogy mint önkormányzat, mint polgármesteri hivatal mindent elkövetünk, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy működőképes legyen az önkormányzat, a kötelező feladatainkat el tudjuk és el fogjuk látni, a nem kötelező feladataink esetében pedig mérlegelünk. Nagyon együttműködőek az intézményvezetők, nagyon együttműködő Tiszavasvári lakossága, együttműködő a képviselőtestületnek a többsége, és mint ahogy elmondtam a testületülésen, nem bajok vannak, feladatok vannak, megoldásokat keresünk. Aki partner a megoldásokban, azokkal fogunk és tudunk együtt dolgozni, és megnyitatok mindenkit, bízom abban, hogy ezt az évet is jól fogjuk tudni zárni, és nem utolsó sorban számítunk a magyar kormány támogatására, nem hagytak bennünket a tavalyi évben sem, cserben az idei évben is bízhatunk bennük, képviselő úr mindig rendelkezésre áll, úgyhogy ezzel a fajta összefogással Tiszavasvár jó irányba halad, és azt gondolom, hogy a nehézségek ellenére biztos lábakon áll.